bátyámmal többször egyeztetve ő biztatott minket, hogy valamilyen családi vállalkozást indítsunk el Magyarországon. Biztosította a 3 millió forintos indulótőkét. Kerestünk egy irodát, és kezdtük az életet a Konyári Antal kollégámmal, aki egyébként mai napig is itt dolgozik nálunk. Takarítottunk, bútorokat helyreálltuk, beszereztük a telefonokat. Hát egy kockás füzetbe írtuk a napi teljesítményt. Mi magunk csináltunk mindent. A napi munkaidő az 12-14 óra volt minimum. Reggeltől, amikor ott felkeltünk estig, szerveztük a fúvarokat. 7 éves voltam, amikor édesapám megalapította a vállalatot, és házunknak a felső emeletére beköltözött a cég. Utána a nagy változás az az volt, amikor ez a telephely megvásárlásra került, és nyilván onnantól kezdve már ez egy egészen más nagyságrendben volt. Nem görcsösen kellett dolgozni, hanem sikerek voltak, és szárnyaltunk és szaladtunk előre. Megtanultam targoncát vezetni, bálázni, próbáltam minden pozícióba történő feladatot elsajátítani. Nem gondolkodtam abban, hogy a cégben folytatom a karrieremet, teljesen önálló pályát kezdtem, és aztán közösen úgy döntöttünk, hogy az lesz mindenki számára a legjobb, hogyha hosszú távon ennek a gondozásával fogunk foglalkozni közösen. Legalább olyan komolysággal és olyan elhivatottsággal élik meg a vállalatot, a vállalatfejlesztést, mint ahogy én megértem. Mindenkinek megvan a saját konkrét feladata. Megfelelő tudást hoztunk a vállalathoz egy-egy adott szegmensbe, és itt próbáljuk kamatoztatni a szakmai tudásunkat a cég érdekébe. Felelősséget is megkapják a lehetőségek mellé. A tanácspedet szeretném 10 év múlva egy olyan piaci pozícióba látni, amelybe fel tudja venni a legmodernebb, nyugati, nagy multinacionális logisztikai vállalatokkal is a versenyt. Szeretnénk azt, hogyha a mi munkánkból bárki számára olyan világszínvonalú logisztikai szolgáltatásokhoz tudna hozzáférni Magyarországon, amihez egyébként akár Németország vagy bárhol hozzá van szokva. 10 év múlva is egy stabil értékrendű, szerethető vállalat leszünk. Hiába nagy cégről beszélünk, mégis ez a családias hangulat, a főnökeink közvetlenek, bármikor problémánk van, kereshetjük őket, tehát valahogy így képzelném el a jövőt is. A vezetés, a tulajdonosok mindig nagy gondot fordítottak arra, hogy a munkahelyi légkör az jó legyen. Egy olyan felhatalmazó, egy olyan bizalmi légkör teremtő vezető legyen az ember, aki egy olyan lehetőséget biztosít az embereinek, amiben ki tud bontakozni, illetve egy önálló csapat felépítésével meg tudja valósítani a céljait. Szakértelem, vállalkozói kedv és emberség. Fontos a példamutatás, bizalmas légkör kiépítése. Nem főnökük vagyok, hanem vezetőjük. Bármikor, bármivel szívesen veszem, hogyha megkeresnek. Akár magánéletű probléma, akár munkahelyi. Igyekeztünk, azt gondolom, hogy ugyanolyan nyitottan és emberi oldalról hozzáállni mindenkihez. A Transped számomra egy küldetés. A küldetés annak, hogy szerethetővé tegyem a logisztikát, és megismerik az emberek, hogy mennyire nagyszerű szakma ez. Egy családi vállalatot, melybe nagyon sok és kemény munka van, és rengeteg olyan családi érték, amit érdemes továbbvinni. A legnagyobb magyar tulajdonban lévő logisztikai vállalat, ez egy közös nagy 800 fős család. Minden munkavállalónak nekem is nagyon fontos szerep az, hogy próbáljak fejlődni. Fentebb és fentebb. Rálátunk egymás munkájára, és mondhatjuk azt, hogy fejlődünk úgy, hogy igazából észre se vesszük, és közben tanulunk. Úgy gondolom, hogy egy ekkora céghez bekerülni pályakezdőként, és lehetőséget kapni arra, hogy tanulhassak, szakmailag fejlődhessek, az egy hatalmas elismerés. Hozzánk tartozunk a Transpethez, azt gondolom, hogy a Transped hozzánk tartozik a családhoz is. Ahol nem csak dolgozni áll, ahol bejövök és jól érzem magam. Nekem legelső és a legfontosabb a család. És itt igazából a második családomra találtam, illetve a második otthonom. Ez egy csapat, tehát tényleg elmondhatni azt, hogy nem csak a jóban tartunk össze, hanem igazából, hogyha a rossz dolgok történnek, akkor is egymásra tudunk számítani. Egy nagy család vagyunk, és itt a lényeg az ember.